Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, és a Nokia DT601-es típusú vezeték nélküli töltő fogjuk kicsomagolni és bemutatni, hogyan működik. Ez egy egyszerű kis kör alakú töltő adapter, amit a hátoldalon is látszik vezeték nélkül képes tölteni a telefont, vagy akár tabletet is, jelen pillanatban egy tabletet fog egyébként. Ha a dobozt kibontjuk, rögtön itt lesz a tetején tulajdonképpen minden, ami nekünk kell. Hiszen itt van maga a vezeték nélkül egy töltő, amit egy kis gumipánt fog össze, és ez már USB csatlakozóval rendelkezik, így akár PC-hez is csatlakoztatható. Maga a töltőegység az egy ilyen rövid kis egység. Tulajdonképpen erre egyszerűen rátesszük a telefont, és képessé válik tölteni azt vezeték nélkül. Persze csak akkor, hogyha támogatja ezt a készülék. Ilyen például a Lumia 920-as. Itt van egy rövid használati útmutató még hozzá, illetve kapunk egy Nokia-s USB-s hálózati adaptert is, ami másfél ampert ad le a készüléknek. Maga a hálózati töltő az csatlakozható, tehát egy áramforráshoz, amin keresztül tölteni fogja a készüléket. Itt jelen pillanatban a Nexus 7 2013-at fogjuk kipróbálni vele amit megpróbálunk úgy rátenni, hogy azt töltse is. Mindjárt meglátjuk, hogy megtaláljuk-e azt a pontot, ahol van a készülék vevője. És ha megtaláljuk, akkor elvileg tölteni is tudjuk utána. itt pont nem akarja megtalálni igazából, ami köszönhető annak is, hogy az elsősorban telefonokhoz van, nem tablethez, de most sikerült. Itt hátul, ahogy látható tartom hozzá, kábel nincs magán a tableten, és így tölti ezt. Tulajdonképpen, ha leteszem, akkor így egyszerűen vezeték nélkül tölthetővé válik leemelem, már is használhatom a tabletet, illetve ha visszateszem, akkor elindul a töltés. Ezzel tulajdonképpen a vezetéket lehet egy kicsit kiváltani, illetve a telefon tablet kötöttségét, hiszen rögtön használható a készülék. Amint felemelem, nem kell kihúzni a csatlakozóból még egy kábelt. Ez volt tehát a Nokia DT601-es veszeték nélküli töltő bemutató videója. Kövessetek minket továbbra is a tekető.hu-n. Sziasztok.